A 22 rövid film Springfieldről című epizódban, mint ahogy azt a neve is elárulja, egymással párhuzamosan futó, elsősorban a mellékszereplőket előtérbe helyező történetet láthatunk. Az egyikben a ponyvaregény hírhedt zálogházas jelenetét dolgozzák fel. Ebben Butch helyett Snake ül a kocsiban, Marcellus helyett pedig Vigon főnök sétál át a zebrán. Snake elisüti a rendőrt, majd nekihajt egy tűzcsapnak, így gyalog menekül tovább. Vigon azonnal üldözőbe veszi a menekülő bűnözőt, aki úgy arcon rúgja, hogy lerepül a sapkája. A hajsza végül Herman katonai boltjában ér véget, aki puskát szegez rájuk. A páros a pincében tér magához megkötözve, azonban Vigon fejére rejtélyes módon visszakerül a sapka.